tudok félni. Tudok félni mélyen, és tudok sokat. Mára ezt már jól elbírom. Megtanultam jól élni vele. Előtte évtizedekig összeszorult gyomorral és tüdővel ébredtem, amint annyira megijedtem, hogy nekiugrottam a napomnak, bele a munkába, majd eljött az este, amikor tudtam, hogy már csak másnap reggel fogok újra félni. Gyűjtöttem a bátorságomat és a kíváncsiságomat, hogy tudok kísérletezni, hogy tudok tanulni, hogy tudom átélni, ami történik velem. Hogy tudok változtatni rajta. Mert azt értettem, hogyha ilyen jól menekülök előle, akkor nagyon hatékonyan fent tudom tartani a félelmem. Amikor alkotok, nagyon hatékonyan tudok alkotni belőle, mert legalább addig nem a félelmemmel vagyok. És az a szorongás, ami abból fakad, hogy teljesíteni akarok, a teljesítmény elvárásából, na, az jól megmarad. Aztán kiderült, hogy ez normális. Én a teljesítmény társadalmának terméke vagyok. Internalizáltam a félelmem, a sajátommá tettem. Oldhatatlan vágyam a teljesítmény iránt. Az egyik kedvenc írom, egy dél-koreai fiú, azt mondja, hogy a túlhajszoltság, az eltúlzott teljesítmény az erőszaknak a leghatékonyabb formája. Mert hogy az nem megfoszt valamitől, hanem eltelít. Az nem kirekeszt, hanem kimerít. Olyan idegi eredetű betegségeket okoz, mint a hiperaktivitás, a figyelemzavar, a burnout szindróma. Ez ellen az immunrendszerünk nem véd meg, az valami más ellen véd meg, az a külső kórokozóktól véd meg. Ezzel együtt lehet élni, ha tudatosítjuk, ha benne merünk maradni. Tudtátok, hogy az idegrendszeri érzékenység örökölhető? Az elmúlt 10 évben egy csomó kutatást végeztek, ami arról szól, hogy a félelem, az aggódás, a stressz az egy-egy generációról is örökölhető, és több-több generáción keresztül is. Például az ilyen elnyomó társadalmakban szocializálódott családok, mint a miénk, azok nem csak a viselkedésükkel adják át a félelmet, az aggódást a következő generációnak, hanem belül is. A génjeikkel is alkalmazkodunk a külső környezetünkhöz. Csináltak egy kutatást bonobó majmok és emberek részvételével. Az derült ki belőle, hogy mind a két faj populációjának az egynegyede különösen érzékeny idegileg. Ez rendkívül hasznos háborús időkben, el is nevezték háborús DNS-nek. Amikor nincsen háború, akkor rendkívül káros, mert ez csak akkor jó, amikor a korai észlelés, a gyors döntéshozás és a gyors reakció, ami életet ment. Békeidőben? Túlterhel. Azt remélem, hogy az elmúlt 3 percben információval is, megérzelmileg is túlterheltelek. Na nekem ilyen minden 3 percem. Hogy bírom? Erdőben biciklizek. A budai hegyekbe eltöltött több ezer kilométer után is képes vagyok elveszteni magam. És megállni, és érezni a levegő ízét, nézni a növények színét, és hallgatni az állatok neszét. És benne maradni ebben az élményben. Miért különösen fontos ma ez? Az a képesség, hogy benne tudjunk maradni abba, ami van velünk. Mert minden, amire a robotok vagy az algoritmusok képesek,
azt ők sokkal gyorsabban tudják tanulni, mint mi emberek. Már nem úgy, hogy mi egyes emberek, hanem mint az egész emberiség együttvéve. Az lett az igazi érték, amiben mi egyediek vagyunk. A versenyképességünk lényege emberi egyediségünk lett. Nem elképesztő felszabadító, hogy a technológiai korszak ezt hozta nekünk? Végre csak embernek érdemes lenni? Én a hétköznapjaimban tulajdonosként, vezetőként és szakértőként is azzal foglalkozom, hogy mi tesz jövőállóvá embereket, szakembereket, szervezeteket, cégeket, üzleteket. Mindenki másképp fogalmazza meg, hogy mi a jövőállóság záloga. Én úgy hívom, hogy a 6K. Kommunikáció, kreativitás, kooperáció, kockázatvállalás, komplex problémák megoldási képessége és kritikus gondolkodás. Ha megfigyeltétek, ezek inkább női principiumok, azaz a nőknek kicsit talán könnyebb csinálni általában, ezek inkább férfiasak. Na, ez nem azt jelenti, hogy ne kéne a másik nemet elég jól értenünk, vagy azt, amiben ők jók, vagy elsajátítanunk, de az sem jelenti, hogy kiválónak kéne lennünk mindezekben. Azt viszont jelenti, hogy érdemes jól egyensúlyban tartani, hogy mit, hogy csinálunk ezek közül. A jelentősen automatizált gyárakban, mint mondjuk a Tesla, vagy több budapesti gyár is, ahol algoritmusok adják ki a feladatokat és ellenőrzik, egy nagy kérdés, hogy mi a vezető feladata. Miért ti válaszotok erre? Kettő dolog. Az egyik, hogy motiválják a kollégát, hogy időben beérkezzen a munkahelyére. Mi kell ehhez? Kommunikáció, kooperáció, kreativitás. A másik, hogy reszelgessék az üzleti modellt, hogy fenntartható legyen az az üzlet, amiben benne vannak. Mi kell ehhez? Kritikus gondolkodás, kockázatvállalás és komplex problémák megoldási képessége. Na de mi van e mögött? Mi van a 6K mögött? Bátorság és kíváncsiság. Bátorság és kíváncsiság önmagunkra, a környezetünkre, arra, hogy merjünk másképp csinálni dolgokat, hogy elmerjük képzelni, hogy többet tudunk megcsinálni, mint azt eredetileg gondolnánk. Na és hogyan álljunk ennek neki? Ez érdemes ismerni a változás természetét, amit egyébként úgy is hívnak, hogy a változás paradoxona. Azaz jó és fontos dolog ismerni a célunkat, csak éppen kevés. Ugyanis az emberi természet az olyan, hogy a változás abból indul ki, hogy értjük, mi van velünk. Nem általában, hanem minden egyes pillanatban. Ehhez képest Kleopátrától Mária Terézián át, a Ford gyárában mozdulatszabályzó Taylorig a legtöbb vezető arra próbál rávenni minket, hogy dolgozzunk keményebben, dolgozzunk erősebben. Ez csodálatos recept a kimerüléshez és egészségünk rombolásához ma, amikor királyok és királynék életét éljük a legtöbben, a legszegényebbek kivételével. Van zuhany otthon, folyik a víz a csapból, van mit enni, és talán épp elég egyszer ebédelni, de olyan jó lenne legalább egyszer jót aludni. Ehhez viszont elfelejtettünk álmélkodni, révedezni, ámuldozni, bambulni. Pedig a megújulás és az elmúlás között nem az erőfeszítés teszi a különbséget, és nem a küzdelem, hanem a belátás és a megértés. Megérteni azt,
hogy szabadságunk abban áll, hogy milyen történetet mesélünk magunkról, magunknak és másoknak. Belátása annak, hogy a szabadságunk ennek a megújításában áll. A saját történetünk megújításában, miközben a felelősségünk, hogy a megújulás kapcsán mit örökítünk tovább utódainknak.